Amikor meghalljuk a kétségbeesett légy zümmögését, legtöbbünknek az első magyar Oscar-díj jut eszébe, melyet Rófusz Ferenc Kossuth Díjas rajzfilmrendezőnek köszönhetünk. A nemzetművésze idén augusztus 20-án a Szent István rendet is átvehette. Én augusztus 19-én töltöttem be a 76. életévemet, és én ennél nagyobb születésnapi ajándékot nem tudtam volna elképzelni. Rögtön bevillant az ember agyába, hogy lényegben megkaptam 41 évvel ezelőtt a szakmámba a legmagasabb kitüntetést, amit el lehet érni, az Oscar-díjat. De azt nem gondoltam, hogy a 41 évvel később megkapom hazámtól is a legnagyobb elismerést. Itt vagyunk jelenleg az én kis elvarázsolt kis dolgozószobámban. Első díjam életemben, amit animációsként nyertem, a Gabrovói díj Gusztáv Olvasna című produkció volt. Az 1976-os elismerést követően készült el első önálló filmje, a Kő, melyet a mára alapművé vált egyedi technikával készült Ali című remek műkövetett. Egy zenehallgatás alkalmával jött a varázslat, hogy jött az ötlet, hogy a Pink Floyd Duma Guma lemezét hallgatva, amilyen Pink Floyd rajongó voltam, és ez volt az első zenekar a világon, aki lényegében a számait bezörejezte. Tehát tettek bele különböző hangi effektusokat, és ettől nagyon érdekes volt, és nagyon újszerű volt. Én ezt meghallottam az Duma Guma lemezen, ezt a számot, előttem lepergett a film. Akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha betenném a kamerát a légy szemébe, és annak a repülését csinálnám meg, tehát háttéranimációnak hívják ezt. Ez valami olyan őrület, hogyha ezt valakinek ott az ember így elmondta, hogy hát mire gondolok, de ez azt hitték, hogy ez megbolondult, hát ilyen film még nem volt. A szubjektív nézőpontban láttatott több ezer rajzból álló 3 perces rövidfilm hamar világra szóló sikert aratott, ám nem volt minden film esetében ilyen gyors a dicsőség. Mindig édesanyám jut az eszembe, mert ő mondta, hogy ha valamiben hiszel és kitartasz, az előbb-utóbb meg fog valósulni. A Muti egyet nem mondott, hogy lesz olyan, ami 40 év után fog megvalósulni. Így volt az utolsó vacsorám, ezt 78-ban adtam be és elutasították, és lényegében hát 4 évet tudtuk elkészíteni. Ez egy olyan szenvedély, nálam még mai napig is, hogy hajlandó vagyok akár 10-12 órát is ülni a rajzasztalnál. Ezt másképp nem lehet csinálni. Mikor én Kanadába kerültem, akkor vásároltam ezt a bizonyos naptárocskát. Ezt 35 éve körülbelül rajzolom, minden nap egy rajzot. Ez egy hónap, ez egy hét. Csodálatos dolog, hogy az ember egész életében a hobbiát tudja csinálni, és még esetleg még elismerést is nyer vele, és még pénzt is keres. Tenni csodálatosabb dolog nincs. Remélem, hogy ezt a elismerést, ez a Szent István rendet meg tudom úgy hálálni, hogy a Kos gyönyörök kertjét el tudom készíteni még kb. 1-1,5-2 év alatt. Mert ez a 21. században egy nagyon-nagyon aktuális dolog, amit 500 évvel ezelőtt megmondott, mert erkölcsére, morálisan, szóval nem állunk jól. És ez a tervem még a hátralövő időknek.